aki 12 órakor fegyvert fog, az vagy győz, vagy legyőzik. És sokan ilyenek voltak Románia szerte. Magyarok, románok egyaránt. Olyankor nincs időt félni. Én a rendszerváltásnak nevezett eseményeket Vajdahunyadon éltem meg. Ott dolgoztam, ott éltünk a családdal. A lányom 5 éves volt, a fiam 10 éves. És érkeztek Hollandiából a segélycsomagok, és az asztalra tettük annak tartalmának egy részét. És amikor a sajt az asztalra került, akkor a kislányom Aranka nézte, és azt mondja az édesanyjának, de ő nem eszik szappanyt. Ugye azt a karácsonyt a családom szenvedte meg a legjobban, nem én magam. A 4. éjszaka délelőtt elmentem hazulról, akkor hazaugortam, hogy segítsek Ibolyának, hogy a karácsonyfát díszítsük fel, olyan 12 óra tájt, és újra fegyverropogás zaja tört ki Vajdahunyadon, és akkor elmentem hazulról nyilván, részt vettünk azokban az eseményekben, és 1,5 nap múlva jött az angyal után. Szegény feleségem féltett, értett. Csodálatos, ahogy kitartott. De mind a 30 éven át. Rögtön a fiam elmehetett Nagyenyedre tanulni magyar iskolába, mint ahogy a lányom is Kolozsvárra tudott jönni, magyarul tanulni. De nem épp most, kicsit régebb, kutattam a papírjaim között, és megtaláltam az első kongresszusi felszólalásomat. És én arra szólítottam fel úgy a románokat, mint magunkat is, hogy legyünk nagyobb bizalommal, politikussal, hogy meg tudjunk küzdeni ezzel a veszéllyel. 30 éve mondtam ezt, de nem tudtuk elkerülni sajnos. Aztán pörögtek az események. Nyilván rögtön, hogy az RMDSZ alakult, kaptuk a híreket, az információkat. Tehát én már január 7-én Bukarestbe vettem részt egy ilyen típusú összejövetelen. Azért sajnos nem vettem részt Kolozsváron. A hagyományos és új civil szervezetek gombamódra jönnek létre. A szabadság, mondhatnám azt, felhajtó erejével szervezik önmagukat. Mindenki tenni akar valamit, a demokráciáért és az erdélyi magyarokért. Na ezt a munkát, ezt a szabadság felhajtó erejéből származó erőt fogja össze az RMDSZ.